Na szevasztok, üdvözöllek benneteket, a srácok, Kerbal Space Program 2 Explorer, tulajdonképpen a Science, a tudományos mód végre megérkezett, és hát most először gyorsan megnézzük majd, hogy mit is tud vajon a játék. Ó, ez mi? Valami úgy látom szétesett az űrben. Na jó, komolyra fordítva a szót. Én már teszteltem egy kicsit a játékot, tehát mondhatnám, ez már nem is first look, tehát első rápillantás, hanem már a sokadik, de egész pozitív lett úgymond a véleményem a játékról, ami jó hír a közösség számára, gyerekek. Hát ilyen nagyon sokan várták, hogy legyen már végre használható állapotú a játék. Hát mondjuk úgy, hogy most már az. Na jó van, nézzük, single player, tehát... Igen, mondtam, hogy jár, sajnos ez tulajdonképpen ez most nem a first look, úgyhogy, de mondjuk úgy, hogy az jó, tehát indítunk. Tehát látható, van Exploration, Sandbox. Tehát végre két külön mód van. Exploration az a tudományos mód tulajdonképpen, egy kicsit mondjuk úgy föltuningolva, illetőleg állíthatjuk, hogy milyen nehézségi szinten, de maradok a normálon. Van hard is, rakétatudós és egyéni beállítások. Lehet szemezgetni, gyerekek, bárki, amit akar. Na jó. Én elgondolkodom, hogy vajon melyikkel legyek. Lesz a normál, de viszont a induló tudományos pontokat fölveszem maxra, ez csak 500 pont, higgyetek el később, mert rájöttök, hogy ez nem lesz elég. Főhúzok mindent, hogy ne húzom sokáig vele az időt itt a first lookba, ami már egyébként second look, de ne vegyük észre, jó? Szóval, first look, első rápillantás, vagy első ránézés. Itt vagyunk a KSC-be, gyerekek, és tutoriál. Jó, oké. Szóval, tehát van VAB, van Training Center, és R&D Center, tehát Research and Development. Biztos szarul mondom ki, de nem baj. És bizony, itt van a tutoriál, igen. Szóval itt van a fejlesztési fánk, a Tech Tree, és látható, szépen szét lett szabdalva ahhoz képest, amilyen volt, tehát jóval részletesebb lett. Ergo, bár itt nem túl sok tudományos pont kell, de van még belőle, majd nagyon sok tudományos pont kell, és van egy tracking mission control, tehát a küldetés irányítás, by Gigantó Herceg. És van is egy misszió, gyerekek, első rakéta kilövés, érjünk el azt hiszem 10 km magasságot, ezt fölvesszük és vissza a központba. Na, hát akkor nincs más hátra, rakjuk össze egy rakétát. Itt tutorial. Oké, na! Összerakunk egy rakétát, mivel korábban már mutogattam, hogy hogyan működik ez a játékba. Itt most nem akarom ezt nagyon túl spirázni, úgyhogy kész a rakéta. Elnevezzük, gyerekek. First Rocket. Tehát az első rakéta. Ezt bemásolom ide alája is. Tehát Ctrl-C. Ctrl-V. Jú, csodálatos. És mentünk. Oké. Hát nincs más hátra, gyerekek. Megnézzük a Kerman, Jebedája Kerman vállalkozik rá, önként kijelöltük. Hogy elinduljunk. Tutorial. Na végre. Na szóval akkor itt van a kis rakétánk. Nézzük meg, mi van a MK1-es kabinban. Itt elég sok mindent kaptunk most már hozzá. Tehát nézzük, Control from here. Oké, Control Orientation. Ezt is lehet állítani, de jó. Crew Light Enabled, hát most nem sokat tesz, de azt mondja a torkus, ez a gyroszkopikus stabilizátor bekapcsolva, annak a módja, a manuál, charge only. Azt mondja a transmitter, tehát az a rádió, beépített rádió, és itt vagyunk, hogy location, landed, kerbén, blablabla, bla, és rune, crew, observation, tutoriál! Oké, okay, tehát ez a crew report helyét vett át tulajdonképpen, és itt van. Tehát leszállva a Kerbal Space Centerbe 36 adat, és van 500 tudományos pontok ott a sarokban látható, jobb sarokban.
és ezt haza kell, vagy nem is tudom ez pontos, mint olyan, mint haza küldeni. És ott számolja a másodperceket, hogy ez mennyi időbe telik, és fogy az áramunk, mert ugye csak a fedélzeti energia van, az 50 feszül valami, és bizony megvan, és hozzá is adódott már az 500 pontunkhoz 8 tudományos pont, ha jól látom, mert nem biztos, hogy jól látom. Az a baj nekem itt, amint most én lejátszom ezt a videót, hogy alámondjam a hangot, ott van egy ilyen kis hülye jelölés, de lehet mindjárt kiveszem. Na. Igen, 8 pont. Oké, indulunk gyerekek. Repülünk, mint az atom. Így, amikor csak egy stage-ből áll a rakéta, nincs vele gond, de viszont a advanced control-ba leveszem a gimbalt, kisebbre, hogy ne rágassam annyira a járművet. Már 3 km, 4 km, szépen döntöm is a járművet közben, finoman. Eddig egy teljesen jó egyébként. Leérveztük a kakaót, mert nagyon megyünk, és elértük a 10 kilométert, sikerült a küldetés. De még mindig megyünk, mint az állat. Elért, Epersis 79-80 kilométer, nagyon megy fölfelé, mint a húzat. 100 kilométer az Epersis, jaj, az nagyon sok lesz. Aha, oké, vegyük vissza, próbáljuk meg visszavenni ezt a csúcsmagasságot, mert ez túl sok. Ki is fogyunk? Ó, kapitány, kifogyott a üzemanyag, most mi lesz? Na jó van, gyerekek. Tehát, egész szépen repültünk, egy szuborbitális pályát hoztam létre, jó, magas, hát eléggé magasról fogunk visszajönni, 114 kilométert értünk el csúcsmagasságra. Kicsit időt gyorsítunk, szépen kérünk a világűrbe. És tele vagyunk energiával újra, mert a rakéta hajtómű ugye termelt elektromos jó, lepauzéltam, igen, oké, ez is működik. Véletlen leteszteltem. Szóval van újra energiánk. Leválasztom a mondjuk úgy szervizmodult, és már csak önmagában repülünk. És kiraktam szerencsétlen Kermant, és azt mondja, hogy invalid, tehát nem lehet itt kint ez a observation, rune observation. Nem is tudom, tehát a crew report lenne a jó megfelelő helye. Tulajdonképpen az, ami régen a crew report volt, ez a rune crew observation. Oké, visszament a kis Kerman, megnézzük, itt tudunk-e csinálni ilyesmit. És igen, bizony, fönt a írban Kerbin Love Orbit 36 adat, vagy 36 energiába kerül, szerintem inkább azt mondja, hogy 36 energiába kerül ezt hazaküldeni 9 másodperc. Nem is tudom, hogy merjük-e hazaküldeni. Lehet, hogy megvárom vele az ejtőernyő nyitást. Ha már itt van az ejtőernyő, akkor nem lesz gond. Szépen visszatérünk, gyerekek. Nézzük a csodás űrt. Szegény Jebedája olyan boldog pedig, ha tudná. Na jó. Nem iszunk előre semmire, és már ott villog baloldalt az a kis ikonocska, a Science ikon, hogy valamink van. Ez eddig is villogott? Na, majd visszanézem a videón. Oké, tehát villog. Tehát jelzi, hogy van egy összegyűjtött Science-ünk. Oké, 29 kilométer, 27, szépen érkezünk be. Ah, igen, igen, de még plusz adat volt, azért villogott, tehát Kerbin atmoszféra, és 9 másodperc 36 energiába kerül hazaküldeni. Küldjük. 13, hazaküldjük. Marad még egy kis energiánk, tehát 36 energiába kerül, azt mutatja, hogy mennyire tudjuk visszaküldni. Még bizony annyiba került, ugye 13 maradt, mert egyet önmagában elhasználtunk. Ez már nem lesz elegendő, hogy a maradékot haza küldjük, de az ernyőt azért most már lassan kinyitom. Oké, 48 adat. Ho-ho. 36 energiába kerülne mindent haza küldeni. Ernyő. Küldjük. Hát most már az ernyő nyitva van, baj nem lehet. Ha, és tengerre fogunk érkezni. És bizony kifogyott az elektromos energia, tehát nem tudtuk hazaküldeni maradéktalanul a dolgot. Csak 48 adott ment el. Annyi is volt, nem is tudom. Na mindegy.
De 516 tudományos pontunk van már, tehát az előző 8 is kiment azért. Megmondom őszintén, kicsit begyorsítottam, hamar leérjünk, oké. Nem vagyunk, placs. És bizony megérkeztünk, kis tutor itt is, tutor ott is. És ugye nem tudjuk haza küldeni, mert kifogyott az elektromos energia. Jó. Oké. Még tudományos pont, mert ugye leérkeztünk a tengerre. Kiküldöm a szegény kermet. Na, vegyél már valami talajmintát, vagy akármit, vagy vízmintát. Ennek most lett egy ilyen kis animációja. Oké, surface, tehát talajminta. És hát egy kis kémcsövecskébe éppen elrak egy kis vízmintát. Meg is lötyögteti, jó van. Ez is 10 másodperc. Crew observation. Nem baj, ezeket nem tudjuk hazaküldeni. Oké, igen. Oké. Tehát ezeket úgyse tudjuk hazaküldeni. De nem gond, mert ha visszavisszük a kis Kermont, haza fog kerülni. Azt hiszem azt írja ki a vízmintára, hogy 95% víz, 3% só, és még lehet, hogy pár százalék valami. És tutoriál, igen, kifogytunk elektromosat, tudjuk, training center, dehogy megyünk a training centerbe. Visszaszerezzük a járművet, a recovereljük, úgy mint ahogy régen, és bizony, látjátok, 620 tudományos pontunk van a jobb sorokba követhető, tehát megkaptuk a tudományos pontokat, azokat is, amiket nem tudtunk hazaküldeni. Irány a KSC, irány az R&D Center, és fejleszünk, gyerekek. Ugye most itt van az az 500 pluszban, amit még kaptam, úgyhogy most gyorsan kifejlesztjük. Solid rakéták. A Science Junior, de jó. Megkaptuk újra a Science Junior-t. Prima. Aztán elektromos energiákhoz. Ó, van itt minden, gyerekek, antenna. Napelem, napelem, rögtön az elején kaphatunk napelemet, de jó, ez egy nagyon pozitív dolog. Különböző strukturális elemek, aerodinamikai elemek, oké, jó. És fejlesztünk, ó, nem a ragasztószalag, összekötőcső, mindenféle kütyű, speciális kütyük, basic kütyük, oké. Reaction Control System. Még fejlesztünk. És még. És még fejlesztünk. És még fejlesztünk. Gyerekek, fejlesztünk. Fejlesztünk, fejlesztünk. Mindent. Mindent akarok. Fejlesztünk. Na, még van. Van még. Oké. Még. Gyerünk, ne nézeges már annyit. Hát majd megnézzük utána. Fejlesz már ki. Na, az ennyi. Toljad már a szekeretnek. És már nincs több pont. Na, szóval elfogyott a tudományos pontunk, ami volt, tehát kell újat szerezni. Úgyhogy visszamegyünk a Training Center, nem, R&D, nem ide akartam jönni, igen, hanem a küldetés irányításhoz, és megnézzük, hogy mi a helyzet. Na, az van, hogy ugye megcsináltuk a küldetést, oké, ezt submiteljük, oké, kapunk hozzá egy ilyen briefinget. Okay, jó, oké. Gacsá, gyerünk. Go. Hunyem aranyos, továbbra is megtartotta, humoros volt át a játék. Na, és itt van, és ezt el kell fogadnunk, és így megkaptuk a tudományos pontot. Itt a következő feladatunk. Jussunk föl 70 km fölé, tehát jussunk ki a űrbe, tulajdonképpen már megcsináltuk. Ugye előzőleg nem volt, és ez a briefing szintén egy kis humoros, ilyen beszólásos, de nyomjuk már tovább. Continue. Oké, okay, még gyorsabban. Oké, okay. 70 ezer méter magasra el fogunk jutni hiddel. Over and out. Oké, okay. Tehát akkor visszamegyünk a központba. Na most azért végignézzük, hogy mit fogok összerakni. Hát először is betöltjük azt a rakétát, amit létrehoztam. És most már vannak új hajtóműveink. Ugye ott van a kis terrier hajtóművünk, azt fogom előrántani.
és gondolkodom, nem, leveszünk ebből egy üzemanyagtartályt, a szárnyak se kellenek, és fölrakom a terjenhajtóművet. Egyébként kicsit szokni kell ezt az egész irányítását itt a VAB-nak, tehát kicsit fura a Gerbászpész egy után. Na, viszont itt a fairinget kikapcsolom, mert szeret nyekreni, nyikrani még a jármű. Úgyhogy ezt kijavítom olyan KSP1-esen, ami KSP1-ben is voltak ilyen problémák, azt csináltuk, hogy fogtuk azt a rögzítő csövet. Előbb fölrakok egy üzemanyagtartályt alulra, alája egy kisebbet. Igaz. És erre keresünk egy hajtóművet. Először úgy gondolom, hogy az erősebb lenne a jobb, de ugye az nem irányítható, tehát nincs gimbálja neki, tehát a fúvóka nem irányítható, nem mozgatható. És megnézzük, hogy a tolóerő tömegarányom 0,7. Hát ez nem sok, ugye legalább 1,5-nek kéne lennie, vagy 1,8 lenne a legjobb indulásra. Szóval az nem, akkor úgyis mindegy alapon. Visszat, oda teszem azt, amik irányítható, és ugyanúgy 0,7 a tolóerő tömegarányunk. Úgyhogy most fölteszünk két oldalsó decouplert, ezt a klasszikusat, amit ugye ismárunk már KSP1-ből, ami eltartja a rakéta oldalára felszerelt bármit a testtől, és ezt a solid boostert szépen föltesszük. Ugye ez ismerős a KSP1-ből. Na, keresünk rá egy kupakot, megkupakoljuk, és akkor innen most jön az izgi, tehát hogy ne nyekren, nyiklom, menjen szét az egész, fogjuk a rögzítő csövet, nem is tudom, hogy valaki ragasztó szalagnak mondta, és megnyolcszorozom kapásból, és ezzel összerögzítem a járművet, a két fokozatot, és még egyszer megduplázom, tehát alt, klik, megdupláz, és még egy 8, tehát 16 csővel összerögzítem, hogy egybe maradjon. Ez jó is lesz egyébként, egybe is fog maradni. Oké. Itt persze nem 8 kell, hanem duplázunk csak. Úgyhogy ezzel szépen oda rögzítem. Minimum 4 helyen, de hogy tuti legyen, inkább 6 helyen fogom rögzíteni. Akkor nem lesz semmi, inkább az. Így, 4 pont. 5 pont. És a 6. pont. Oké. Hát lett egy ilyen kis drót rengeteg, de nem baj, jó lesz ez. Oké. Kicsit magasan van az egész, próbálom, hát ezt lejjebb pakolni sokkal macerásabb, mint a KSP1-ben. Az, hogy jobbra-balra hogy áll, az teljesen mindegy, mert úgyis a kilövő állvány kellős közepén lesz, viszont hogyha magasan van, akkor ugyanolyan magasan rakja ki a kilövő állásra. Ha viszont bejebb visszük a talaj alá, akkor viszont fölemeli a talaj fölé. Már amikor? Nem, valamikor nem. Szóval... Oda kell figyelni, milyen magasan van a kis rakétánk, vagy föl lesz az égbe egyébként, mikor indulni akarunk. Oké, 2 a tolóerőtömegarányunk egyébként, a indítási során szokás szerint gajran van, úgyhogy szépen össze kell pakolászni. Fölösleges dolgokat meg ki kell onnan nyírni, most bezárom, mert útban van. Így, úgy. Oké, azt kinyírjuk, azt is. Oké, az marad. Ezt kinyírjuk, nem kell, marad. Oké, viszont ugye van szepradronunk most már, tehát ez a, amit leválasztáshoz szoktam használni. Most ezt fölteszem, ugye megfordítom, meg négyszerezzük, fölrakom, és egy kicsit ugye kifordítom, hogy ne a fölötteli fokozatra fújja a lángot, hanem egy kicsit oldalt, és egy picit beljebb rángatjuk. És már is jó. Aztán persze még a indítási sorrendben is a helyére kell pakolni, mert nem jó helyen van, egyértelműen. Keressük is meg majd, ugye az indi... Jó, nem, előbb szín, bocsánat, szín. Nem tetszik a szín, úgyhogy lehófehérítem. Nem mindent, hanem a partot, tehát itt csak egyes elemeket fogunk leszínváltani. Oké, hát utolsó fokozatot kifehérítjük. Ugye a világűrbe kiküldött űrhajók, rakéták is általában szép fehér színűek, mert a fehér szépen visszaveri a fényt. Tehát nem fog túlmelegedni a test. Illetőleg még elektromos energián gondolkodom, több elektromos áram kell, ugye van napelemünk is, tehát hurrá. Itt van ez a megszokott ismerős 200-as
sumo, ezt szépen a tetejére, és oldalra a műszaki modulra, mert most ugye ténylegesen van egy műszaki modulunk, és vagy 6 darabot minimum, 8-at? 8-at. Lesz energiánk, tehát azzal most már nem lesz gond, tehát lesz bőven energiánk. Kicsit beljebb kéne rángatni, oké. Illetőleg a napelem. Na nézzük. Ja nem, a Junior tényleg. Tényleg jó, hogy eszembe jutott Junior, a Science Junior. Ez az újfajta Science Junior, nézzük meg, rakjuk. A Decapler rá alá tehát nem fogjuk megmenteni. Oké. És itt semmit nem tudunk vele csinálni. Oké, napelem. Hát ez kicsit nagy, úgyhogy majd inkább a másik. Viszont ebből több darabot teszünk föl. Oké. Jó, 6 darab simán elég. Teljesen jó. Ez az űrhajó nem eszik sokat. Indítási sorrend, átnézés. Igen, na akkor most azt a 4 leválasztó kis szeplatront a helyére rakjuk, illetőleg a többi is jó, és átnevezzük, mert ugye ez már nem az első rakéta, hanem a második, úgyhogy second rocket. Szuper. Mentünk. A nevet másolom. Ctrl-C. Ctrl-V. Szép. Szuper. Viszont nézzük meg. Eléggé rendesen. Most két first rocket, csinálj ilyen automata mentéseket a játék, ami elmondom őszintén engem zavar. Én most kitörlöm azokat a fölös mentéseket, amiket csinál. De a játék által adott terveket nem törölhetjük ki. Nem, hogy ki tudom amúgy is törölni, de nem lehet kitörölni. Na és antenna, tényleg kommunikáció, gyerekek, kommunikáció. Itt van a repülőgépre szerelhető kis antenna, de inkább meggondolom magam, a kinyithatót akarom föltenni, két darabot. Most már egyre idétlenebbül néz ki a rakétánk, és akkor nézzük a Action Group Manager-t, tehát nézzük, hogyan tudnám egyes billentyűre tenni, hogy kinyissam az antennákat. Így nézem azért, hát hol lenne külön antenna nyitás, de nincs, van RC, Charge Break, Abort Light Gear, Radiátor Panel, de antenna az nincs. Na, oké, okay, kommunikáció, Commonotron 21-be, na. Be kéne tenni, toggle antenn, oké, okay, tehát hogy ezen nyitjuk, csukjuk, és körülbelül így ennyi, ott meg is jelent, hogy egyesen rajta van kettes, azon most semmi, vissza, és látható, hogy egyesen ott van kommunikáció, oké. Okay. De vagy én nem csinálok itt valamit jól, vagy nem tudom, tehát hogyha valaki ennél többet tud, hogy valamit itt nem csináltam jól, az nyugodtan szóljon, írja le a videó alá. Na nézzük, oké, okay, tehát felszállás. Minden a helyén van elvileg, minden jó. Miért ne? Indulás! Nagyon jól megy a rakétánk, úgyhogy már kezdem is dönteni. Megpróbálom elérni vele az orbitot. Hiszen van benne elegen craft, nem? Lassan kifelé a szilárd fokozat. Jó leválasztás. Megjövőre jól viselkedik, nem akar szétesni, meg nem nyeknek mutatni jobbra-balra. Ha ilyen erősen összedrótozom, akkor egyben marad. Okay. Ez túl sok volt, kicsit többet, több rakó volt. Az. És szépen elkezdem mindjárt önteni a járművet. Nagyon primán áll egyébként. Tehát jól megy, sokkal jobban megy, nevegesebb a kisméretben egyelőre. Mint eddig az előző verzióban. Sokkal kezelhetőbb, nem akar annyira szétesni, de hát össze is kötöztem rendesen, mint látjátok. Oké. Okay. Még elég alacsony a apoapszisz, úgyhogy még azt tolni kell. 50 km az apoapszisz. Tolni fogjuk magunk előtt. Oké. Okay. Szépen nyugodtan.
a tudományi jelző, úgyhogy biztos lenne itt valamit, amit lehetne gyűjteni, de most így az irányítás köt le, és kiürült a fokozat. Na nézzük. Leválasztottuk. Hát van hőhatás, láthatok, egy pillanatra így megjelent. De még egyelőre nem jut el a tudatomig, hogy ugye nem raktam fel a hővédő pajzsot. Majd rájövök. És szépen gyerekek, 72 km az apoapszis. Megkeressük gyorsan. És teszünk rá egy tervet. Igen, köztutor, igen. És létrehozzuk az orbitális pályát a terven. Prima. És ráállunk a tervre. 135 km, 60 km, az nem jó, már nem van a légkörbe. Azaz. Mutasd, hagyd lássam. Oké, jó, 70 km, tehát több mint 70 km. Rajta vagyunk. És a visszaszámlálás. Nem, úgy vettem észre, nem tökéletes a visszaszámlálás. Oké, tudományos pont, nézzük. Haza küldünk, hiszen van energiánk bőven. Antennák nem nyíltak ki, tényleg. Nem nyitottam ki őket. De nem is nyílnak ki, hogy küldjük ezeket hazafele. Oké, 5 másodperc. 3. Oké, már 150 tudományos pontunk van. Szuper, akkor visszaszámlálás. Oké. Orbitális pálya létrehozása. Szóval azt néztem, hogy elhagytuk a apoapsziszt. Tehát már lefele megyünk. Tehát előtte kellett volna kezdenünk a gyújtást. Tehát ez a visszaszámláló rendszer itt valahol nem jól számol. Vagy lehet, hogy nem pont jó helyre sikerült leraknom a tervet. Nem tudom, de én gyanítom, hogy inkább ez nem jó számol. Eléggé az apoapsziszra sikerült tennem a jelet, és nem 5 másodpercig vagy 3-ig megy a hajtómű, és ugye már lefelé megyünk. Tehát elhagytuk az apoapsziszt. Már akkor, mikor indítottam. Viszont eléggé érdekes lesz elérni a az orbitális pályát. Na. Oké. Hát ez így nagyon nem. A táv meg sem nagyon tetszik valami, és így kapcsolom a francba. És létrehozzuk az orbitot. Oké, megvan. Tehát 94x70 km sikerült elérni. Orbitális pálya, gyerekek. Exploration módban. Oké, látható. Gyönyörű, szép. Na, mit tudunk csinálni? Na, itt már voltunk egyébként, úgyhogy nem valószínű, hogy túl sok mindent tudnánk összehozni. Hát igen, itt ugye már voltunk, úgyhogy ezt már csináltuk. Na nézzük, Science Junior run. Mi? A Science Junior-t sem lehet használni, mert már csináltam. Ezt nem értem. Mondjuk megmondom őszintén, ezt nem értem. Tehát elvileg itt ez valami anyagvizsgálat lenne a Science Junior, ha jól emlékszem. Na, ez az. De most ezt nem tudom, hogy működik. Kinyílt. Becsukódott. De gyors volt. Megmondom őszintén, ezt így nem értem, ezt a Science Junior-t, hogy ez most hogy megy, ez a GSVM01 Science Junior. Hát itt vagy bagos, vagy mit tudom én? Tehát nem tudom. Pauzélva van, de nem tudom, hogy lett pauzélva. Na mindegy, szóval hanyagolom egyelőre, idővel majd rájövök mindenre. Illetőleg gyerekek, hogyha valaki valamit tud és látja, hogy rosszul csinálom, nyugodtan jelezze a videó alatt, gyerekek. Több szem többet lát. Illetőleg ugye vissza kéne lassan térnünk, úgyhogy úgy kéne mennem. De megnézzük a Science Junior-t előbb. Igen, le van pauszilva, és nem veszem ezt észre. Ezt később mondom, ugye alá ezt a szöveget, gyerekek. Tehát
így összevágtam az anyagot, és később dumálok alá, tehát az le van pauszélva, és nem tudom, hogy. Nem tudom, hogy csináltam, tehát... Na mindegy. Oké. Okay. Vissza kéne térni, de ha itt indítok egy fékezést, akkor ugye éjszakai oldalra érkezünk, úgyhogy átmegyünk a majdnem nappali oldalra, hogy fényes nappal süssük meg a gerbált. Na még egy kicsit, még egy kicsit. Oké. Okay. Szupi. Oké, okay, itt fogunk fékezni, hiszen ma majdnem a nappali oldalon vagyunk. 36-40 km alá viszem ugye a periapsziszt, a szokásos mérték, és ez körülbelül elég is. Illetőleg beállok ebbe a pozícióba, hogy ha leválasztom majd a műszaki modult, akkor az ne okozzon nekünk gondot, ne legyen az utunkban. Oké, okay. Még belépés, légkörbelépés előtt megválunk tőle. Oké, okay, leválasztottuk. És visszaálltam. De kíváncsi vagyok az antennára például komu. És én fura, tehát hogy én próbáltam kinyitni billentyűvel, és valamiért nem lehetett. És Action Group itt nincs már kint. Vagy van? Van. Van Action Group Manager. És ott van az egyesbe. Tehát ott van benne, hogy egyessel, és nyomkodom itt a billentyűt, és semmit nem csinál az antenna. Elkezdtem nyomkodni a billentyűket erre le. Például a numerikust, és numerikus egyen lemutéltem a hangot. Úgyhogy akkor próbálom kézzel. És valamiért most kézzel sem megy. Ez nem tudom, valami bug, mert későbbiekben sikerül kézzel kinyitnom, de egyes billentyűről a kutya úr, tehát a billentyűzetről a egyéni beállítás, a kutya úristennek nem akar semmi sem működni nekem, gyerekek, nem tudom miért. És nincs is módolva a játék, tehát nincs, hú, valamelyik mód keresztbe tesz. Ja, lenne valami tudományos pont, nézzük meg. Küldjük haza, van energiánk, ugye van még 250 energiánk, úgyhogy mindjárt haza is küldtük. Jó, prima. Oké. Okay. Akárki is lehet dobni? Nem rossz. 36 ér küldene valamit haza, de nem akarja. Mindegy, szóval itt vannak nekem is lukak a dologban, még előbb-utóbb úgyis meg lesz minden, de mondom, hogyha látjátok, hogy esetleg milyen hibát követtek el, nyugodtan írjátok be a videó alá. Azt örömmel venném, hogyha valaki már kicsit többet tud, mint én, hiszen nem vagyok én sem mindentudó. Próbálom valahogy látni a Kerman, de hát még eléggé problémás az, hogy belső nézet még mindig nincs. És... még olyan nézet sincs, mint ami eddig volt, hogy kicsit átlátszó legyen a kabin. Na, viszont megjelent a hőcsík, és kezd melegedni a kabin. Apropó, ugye eddig az előző verzióban nem volt hőkárosodás semmi, tehát így most el is feledkeztem róla, jó megszoktam, hogy hővédőpajzsot lehet, hogy kéne tenni, vagy nem, vagy igen? Na mindegy, meglátjuk, tehát Zsebedája önként vállalkozott, úgyhogy felelősség rajtunk nincs. Úgyhogy ennyi, gyerekek, különben is első, sőt, már ugye a második, akkor is az első űrhajós, a második útja a Kerbinerzum, oh no. Hát bizony, gyerekek, szegény Zsebedája életét adta a tudományért. Szóval kell hővédőpajzs. Tehát ennyi. Úgyhogy visszaugrunk a KSC-be, gyerekek, szegény Zsebedája, na mindegy, majd lesz másik. És... megcsináltam újra az egész küldetést, ezen már van hővédőpajzs, sőt, a Science Junior-t is visszük magunkkal, vissza. És nyitva van az antenna. És nem bírom már becsukni, tehát sikerült kinyitnom, úgyhogy rákattintottam a mikromanagernél, egyes billentyűvel továbbra sem nyílt ki.
Viszont nem bírtam utána visszacsukni. Úgyhogy most kinyitott antennával lépünk be a légkörbe, de van ablatoros hővédő pajzsunk, csak itt közben szórakozom a nyílbillentyűkkel, hogy lehet itt a nézeteket állítani, jó, el is rontom az egészet mindjárt. Na, megjelent a visszatérési effekt. Azt mondtak, hogy nagyon nehéz volt kidolgozni, hogy a különböző... Mert az effekt maga az önmagában nem nehéz. Azt könnyen létre lehet hozni, hogy van. Hanem az, hogy ez hol jelenjen meg egy előre nem látható formájú tárgyon. Na, ez okozott fejtörést a fejlesztőknek. De szerintem ahhoz képest, ami volt az első KSP-ben, ez sokkal jobb. Na, érkezünk vissza. És az antenna nem tört le. Hoppa. Oké, megérkeztünk. Hát a Junior nem bírta ki a landulást, a főrobban. Itt azt hiszem Valentina van velünk, úgyhogy gyorsan nyomunk még egy kis tudományt. Oké, van még 240 energiánk, hazaküldjük. Ez jó, hogy kiírja egyébként, hogy mennyi energiáért tudjuk hazaküldeni a tudományos pontokat, teljesen jó. Illetőleg kizavarjuk Valentinát. Hogy emlékszem Valentina? Nem tudom már. Júj, milyen gond van a... Igen, a kamerákkal. Oké, kamerát vált, nem? Próbálom itt a nyilakkal, borzalmas. Akkor a nézet, kamera nézet váltást próbálom majd. Na, talaj mint a vétel. Na most legalább látjátok, hogy próbálnám mutatni, hogy mit csinál a Kerman. Kis tubusba, nem? Igen. Ó, felé se láttuk. Jó van. 10 másodperc egyébként még egy-egy ilyen valamit csinál. Oké. Ez megvolt már. Azt csináltuk. Oké. 10 másodperc, tehát ez a jelentéstétel tulajdonképpen. Hello, ez a helyzetközpont. Oké, jó van. Tuti? Biztos? Jó! Jó. Oké, és vissza rakjuk a Kermant a kabinba. Próbálom. Oké. Jó, szuki, visszakerültünk. Ezt is hazaküldjük. Hiszen van még energiánk. Oké, 168 tudományos pont. Elég sok energiába kerül ez a sivatagi talajminta. Surface sample date, Kerbin landed, desert. I home, you like sand? Ha jól olvasom. Egyébként borzalmas a kiejtésem, de nem baj. Oké, ez megvan, és visszaszerezzük a járművet. 286 tudományos pontunk van, de prima. Ott lehet a jobb sarokban látni, és irány a KSC. Na gyerekek, röviden és tömören körülbelül ennyit a játékról, első ránézésre. Egész jól működik a KSP 2 végre. Nem mondom, hogy tökéletes, mert nem az, messze nem az, de végre használható állapotban kerül a játék. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, jó szórakozást hozzá. Sziasztok! Changed man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. Hát akkor itt most nem fogom nektek megmutatni, hogy hogyan szerelek, nem szerelek, hogyan rakom. Szóval nem mutatom meg, gyerekek, és kész, mert titok. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta settle through the storm. Szervusztok, üdvözöllek benneteket a Kerbász Space Program. Jaj. Igen, abban. Jó. A második részben.
Nézd, már nem nyílik ki ez a kurva... bocsánat, ez az antenna. Na jó, mindegy. Szóval... nem nyílik már ki az az antenna!